Köszöntöm nézőinket! Mozaik című adásunkban egy érdekes képzésre szeretném felhívni a figyelmet. A Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karához kapcsolódik. Egy spanyol nyelvi képzésről van szó, hogy pontosan miről is hamarosan kiderül. Köszöntöm a stúdióban Csiha Tünde Noémit, a Benedek kar tanársegédjét, illetőleg a spanyol nyelv az óvodában specializáció felelősét, akivel tegeződünk, mert nagyon régóta ismerjük egymást. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a kedves nézőket. Hát aki ismert téged, azért jól tudja, hogy a spanyol nyelv a szíved csücske. Mindez hogyan kapcsolódik most a Benedek karhoz? Mi ennek egyáltalán az előnye? Jelenleg a Benedek karon oktatok, és néhány éve elindítottuk a spanyol nyelvet a karon. Nagyon jó tapasztalataink vannak, nagyon nagy érdeklődés kísérte, sok hallgatónk vette fel a kurzusokat, nagyon jól haladtak a nyelvi képzésben, és arra gondoltunk, az egyetem vezetése is, a kar vezetése is nagy lehetőséget lát benne, hogy elindítjuk az angol nyelv az óvodában specializáció mintájára, a spanyol nyelv az óvodában specializációt az óvodapedagógus hallgatóinknak. Tulajdonképpen miért éppen a Benedek Elek pedagógiai karon? Nagyon speciális a helyzetünk, ugyanis a kar nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi esítésre, egyébként a Soproni Egyetem is, és a karunkon a félszigeti Spanyolországból, a szigetvilágaiból rengeteg hallgató érkezik minden fél évben a karunkra Erasmus ösztöndíjjal tanulni, és kiváló kapcsolat alakul ki a magyar hallgatókkal, tehát a spanyol hallgatók és a magyar hallgatók között. Ezért is gondoltunk arra, hogy ezt a képzést autentikussá tudnánk tenni a spanyol hallgatók bevonásával. Mennyire unikális ez a képzés, mert hogy nekem azért nagyon különlegesnek tűnik. Így van. Gyakorlatilag Magyarországon nem indult ilyen képzés, teljesen unikális lenne az, amit mi itt elindítunk. Arra gondoltunk, az lenne a célunk vele, hogy miután itt az óvodapedagógus hallgatók felveszik, elvégzik ugyanúgy, mint ahogy a társaik angol nyelv az óvodában specializációt végeznek, hazatérnek a nagyvárosokba, a Balaton környékére, Budapestre, a fővárosba, hiszen az egész országot lefedi a hallgatóink érkezési helye. Létrehozhatnának spanyol nyelvű óvodai csoportokat, családi napköziben indíthatnának spanyol csoportokat, mert az a tapasztalatunk, hogy az óvodás korosztály és a hallgatóink is rajonganak a spanyol kultúráért. Tehát ezek szerint lenne erre igény? Tehát úgy gondoljuk, hogy igen. Magyarország nagyvárosaiban mindenhol két tannyelvű gimnáziumok működnek mostanra, tehát komoly táptalajra talált a spanyol kultúra a hazánkban, és mi is szeretnénk ezt támogatni. Nagyon érdekes az, hogy mégis mit rejt az, hogy spanyol nyelv az óvodában specializáció, tehát milyen jellegű lehetőségeket, hogy néz ki ez a képzés? Először is elmondanám, hogy a sima diplomához képest írná az oklevelükben azoknak, akik elvégzik, hogy spanyol nyelv az óvodában specializációt is végeztek, ami mindig egy többletet jelent a sima óvodapedagógus képzéshez képest, de azt gondolom, hogy nagyon komoly dolgokat kínálunk a hallgatóknak, hiszen megtanulhatnak egy világnyelvet nálunk az óvodapedagógus képzéshez kapcsoltan, amit a munkájuk során hasznosítani tudnak. Három pillére lenne tulajdonképpen a képzésnek, komoly nyelvi alapokat kapnának nálunk, emellett magyar-spanyol óvodai módszertant tanulnának, és sok civilizációt, kultúrát. Azért nagyon érdekes az, hogy azt mondtad, hogy világnyelv. Ez lehet, hogy nem is teljesen köztudott, hogy a spanyol az világnyelvnek számít. Igen, abszolút. A harmadik legbeszéltebb nyelv a világon, és gyakorlatilag ugye Latin-Amerika nagy részén spanyolul beszélnek, Brazíliát kivéve, ahol portugálul.
Emellett az Egyesült Államokban is tanítják idegen nyelvként, és idegen nyelvként nagyon fontos szerepet tölt be a Mediterráneumban, tehát a földközi tengervidékén, Franciaországban, Olaszországban is. Mennyire kell hozzá egyfajta alaptudás, alapképzettség, hiszen azért azt viszont valljuk be, hogy akik középiskolából oda kerülnek a karra, nem valószínű, hogy tanultak spanyolul, mert azért erre még szerintem nem olyan nagy a lehetőség országos szinten. Így van, így van. Az eddigi tapasztalataim az oktatásban azt mutatják, hogy van néhány hallgató, aki tanulta a spanyolt középiskolában, volt olyan hallgató, aki Budapestről érkezett, és egész jó szinten volt. Az órákat mindig úgy tudtam megoldani, hogy differenciáltam, tehát továbbra is lehet számítani arra, hogy aki már tud egy keveset spanyolul, annak kicsit differenciáljuk az órai feladatokat. Nagyon szépen összefésülhető volt ez azokkal a hallgatókkal, akik nem tanultak még. Arra számítunk, hogy a hallgatók többsége nulláról indul, tehát előzetes nyelvtudás nem szükséges, itt fogják megkapni a nyelvtudást. Én úgy gondolom, hogy a spanyol nyelvtanulás egyfajta szerelem nyelvtanulás, szóval azt tudja majd igazán tanulni, meghaladni vele, aki beleszeret tényleg a nyelvbe és beleszeret a kultúrába, viszont arra nincs rálátásom, hogy mennyire nehéz maga a nyelv. Mert azt tudjuk, hogy a magyarra azt mondják, hogy nagyon-nagyon nehéz nyelv tanulni. A spanyol az hol helyezkedik el a palettán? A spanyol nyelvnek kevesen tudják, hogy a nyelvtana nem a legegyszerűbb nyelvtan, viszont egy borzasztóan kommunikatív nyelvről van szó, ami nagyon dallamos is. Emellett a spanyol kultúra napjainkban mindenhonnan ömlik, tehát a popkultúrában is hangsúlyosan jelen van. A hallgatóink tényleg nagyon-nagyon szerették. A kurzusok hatására, amiket indítottunk, többen kimentek ösztöndíjjal Spanyolországba. Az órákon összebarátkoztak az Erasmusos spanyol ajkú hallgatókkal, akiket behívtunk a magyar hallgatók óráira. Megismerkedtek, este már együtt mentek bulizni, a magyarok kiutaztak a spanyolokhoz, tehát életre szóló barátságok születtek közöttük. Utólag a hallgatóink meg is köszönték egyébként. Tehát tulajdonképpen a nyelvtanuláshoz plusz motivációt ad egyrészt akkor a kapcsolatteremtés, abszolút, hiszen itt évről évre jönnek spanyol nyelvű Erasmusos hallgatók Sopronba. Ez az egyik motiváció, a másik pedig, ha eljutok egy bizonyos szintre, akkor kiutazhatok, és ott hát egy fantasztikus kultúrába kóstolhatok bele, és hát gondolom, hogy hihetetlenül aztán innentől kezdve a nyelvi tudás és a nyelvi bázis megnő. Így van, így van. Gyakorlatilag az is érdekes, hogy a gyerekeknek, akik mondjuk részt vesznek valamilyen utómódon, kapcsolatba kerülnek ezzel a képzéssel, ők hogy találkoznak a spanyol nyelvvel? Játékos formában, mondjuk dalok, vagy kis mondokák formájában? Tulajdonképpen itt egy nyelvi merítkezésre kell gondolni. Tehát azok az óvodapedagógus hallgatók, akik részt vesznek a képzésünkben, nálunk szereznek a diplomát, ők azt a lehetőséget tudják nyújtani majd az óvodásoknak, hogy nyelvileg merítkezni tudjanak a spanyol kultúrában, spanyol dalokkal, mondókákkal, mesékkel erősítik majd a kicsiket. Korábban nekem voltak spanyolos óvodás csoportjaim, nagyon-nagyon élvezték. Egyébként a slágereket is hozták mindig az órákra, tehát hallgatják a rádiót a kicsik is, teljesen topon voltak, teljesen tudták énekelni. Kérték, hogy a szöveget együtt is vegyük át, tehát nagyon izgatja őket. Ezen kívül azt kell tudni, hogy Magyarország a PISA felmérésekben rendre alul teljesít. Tehát ha nemzetközi esítésre gondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség Magyarország számára a spanyol nyelvtudás lehetősége a kicsiknél, hiszen mivel ez egy rendkívül dallamos nyelv, ezért első nyelv, idegen nyelvként is könnyen elsajátítják a gyerekek, nagy a motivációjuk. És akár az angol követheti a spanyolt majd. Legvégül én megköszönöm a beszélgetést, és természetesen minél több aktív hallgatót kívánok, akik köszönjük részt vesznek szépen a spanyol nyelv az óvodában, specializációban.
És arra kérek rendhagyó módon, mert hogy nagyon-nagyon szeretem én is a spanyol nyelv dallamosságát, mikor nem is beszélek egyáltalán spanyolul. Hogyha megköszönnéd ezt a beszélgetést spanyolul nekem. Természetesen, és üzennék a leendő hallgatóinknak. Muchas gracias por la invitación y ben a la facultad benedekelek. Ezt lefordítom, várjuk szeretettel a benedekelek pedagógiai karon a Soproni Egyetemen leendő hallgatókat. Nagyon jól hangzott, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért Mozaik című adásunkban. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.